Egyben majd látni fogjátok, hogy a képarány az nem épp a legjobb, mivel ugye ebben a játékban még nem volt widescreen, szóval 4:3-as képarányba fogunk dolgozni. Ez az 1280x1024 lesz, mivel az egyen nagyobb, azt már csak 4K-s monitor tudná megjeleníteni. Na, akkor meg is jöttek az első tankok, balról szépen beállunk. Ugye itt nem kell fölé célozni, egyszerűen csak oda, ahova a jelölő mutat. Hát ha jól látom, meg is semmisítettük mind a négyet, hármat, bocsánat. Igen. Na, akkor ugye a szabályok. Tehát ebben a ezt a módot úgy lehet könnyebben megcsinálni, ha nem mi állunk elől. Illetve, ha oldalt állunk a tanknak, mert akkor ha látjuk, hogy egy torony ránk céloz, akkor egyszerűen csak arrébb tudunk mozogni. És akkor vagy mellénk lő, vagy utánunk forgatja a tornyát, amikor megint csak el tudunk mozgulni. Ugyanis ebben a játékban nincs olyan, hogy lepattanás, illetve nem számít, hogy a tank, az ellenséges tank téged hol talál el. Viszont vannak ilyen immortál fák, amiket nem lehet kidönteni. Nagyon jó, itt ugye kaptam alapból egy mentést, tehát hogyha itt életet vesztenék, egyszerűen csak egy F9-es gombbal én azt vissza tudnám tölteni. Na, jönnek is az ellenséges tankok, ezek még nagyon messze vannak. Így igen, így néha az következik ebből, hogy belelövünk a falba. Na, de hát akkor közelebb jövünk. Ó, ez a hülye elmozdult. Nem baj, sznájpolunk egy kicsit itt. Na hát, miért nem találom el. Ugye igen, igen, itt a probléma, hogy csak rá kell vinni a célzót, és nem kell fölé célozni. És ez engem, mint War Thunder-öst, egy kicsit azért megzavar. Arról meg ott fogalmam sincs, hogy halott-e. De mit látjátok, ugye szépen hátul állva. Jó, az úgy látszik, hogy ez halott. Az már az is halott. Tehát szépen hátul állunk. Nagyjából azért fedezékben is. Úgy, már csak azért. Hoppá, azt lehet, hogy csapattársat találtam el. Mindegy. Kap még egyet. Jó, az már meghalt. Illetve... már csak valami embert lőnek a tankjaim. Mindegy, bevonulunk fedezékbe. Hoppá, ott még van egy tankjuk. És... na, miért nem pusztul el? Jaj, ne futkozz előttem, hülye. Hát ezt nem értem. Jó, csak kilőttük. Nem tudom, hogy hova lődöztem. Jó, tehát nyilván most van bennem egy olyan probléma, és megint mentett a játék. Van egy olyan probléma, hogy ugye mindig fölé célzok, megszoktam a War Thunder-t. Itt pedig jönni fog, ahogy legyilkoltuk ezeket a tankot hátulról, ilyen aknavetős osztagok. De ezekkel nagyon kell vigyázni, mert ezek mindenhonnan lőnek ránk, és általában csak ránk lőnek, fogalmam sincs, hogy miért. Ezeket likvidálni kell távolról, mert veszélyt jelenthetnek ránk. Sokkal nagyobbat, mint a tankok. Talán meghalt mind, de beállunk a tankoszlop hátuljára. Ilyenkor megindulnak a srácok. Jó, itt megint kicsit hátrébb maradunk, hogy ők gyilkolják meg az aknavetős egységeket, és nem mi kapjuk a aknavetőiket. Mert mint mondtam, az elég nagy probléma tud lenni, amikor egy aknavetővel eltalálnak. Hát most szerencsére mellé ment, és az is. A kis huncut. Bocsánat. Na, és akkor itt lesz még egy nagy tankcsata, hogy kiérünk a mezőre. Ja, még van egy kanyar, bocsánat. Itt megint csak nagyon kell figyelni. Tehát megint hátul maradni, hogyha ránk néz a torony, elmozdulni, mivel, igen, meg is láttuk őket. Ja, akkor még itt betámadnak minket, nem baj. Fedezékben maradunk. Látjuk, az előttünk lévőt találta el, de most mi lövünk. Itt megint azért nem a többiek fele megyek, hanem elmozdulok fedezékbe balra.
mert itt is lesznek páncélosok. Ugye itt gun depression az majdnem végtelen, szóval itt nem kell ilyentől félni, hogy az oroszokkal nem lesz gun depressionünk. Attól kell egyedül félnünk, hogy beakadunk meg itt valami sziklába, de mit láthattuk, azért elég jól állok életterővel. Na, ott jönnek még pártucok, panzer négyek, kivégeztük, hopp, ott még van egy, kettő is, uha, az nem jó. És ott is jön egy, az fogalmas is, hogy mi a franc, de ki kell lőni. Meg őt is. Jaj, a szövetséges, a francba! Én meg azt lövöm. És hol van, aki belém lőtt? Aha! Meg vagy. Jó. És megint valami lő, de honnan lőnek? Hát most így jó. Annyira el voltam foglalva, hogy kilőjem a csapattársamat, hogy meg vagy te. Vacak, na. Akkor ugye itt ezt a támadást is elhárítottuk. Egy csapattársam maradt, hát igen, ugye nem őt kellett volna lőnöm. Szerencsére itt nincsen friendly fire, fogalmam sincs miért, és azt mondja, én menjek előre. Nem örülök neki, de menjünk előre. Jól sejtem, itt már úgysem lesz ellenállás, ez volt a végső roham, remélhetőleg. De most már csapattársak, igen, ez volt a végső roham. Hát akkor ennyi volt az első küldetés, ez volt a könnyebb, ugye mindig hátul kell állni, és nem a csapattársadat lőni.